Mintegy 14 milliárd forintos Európai Uniós forrásból készül a Tiszakúróttól Magosligetig tartó töltésfejlesztés a Felső-Tisza-vidékén. 7 milliárd forintos Európai Uniós forrásból valósul meg, és az év végéig be is fejeződhet az a projekt, mely az árvízvédelmi biztonságot növeli, az árvízi kockázatot pedig csökkenti a Felső-Tisza-vidékén. Két fejlesztési projektről beszélgetek vendégemmel a következő percekben. Köszöntöm a stúdióban Dajka István osztályvezetőt a Feti Vízi képviseletében az árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályról. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Időrendben, sorrendben melyik a korábbi projekt? Érdekes, hogy itt hamarabb indult el a Tivadar környéki, de folyásirányt, ha nézzük, akkor a fontosabb, vagy a nagyobb projekt, hiszen az árvíz először érkezik Tiszabecsre, ez a 14 milliárdos projekt. A befejezése és ennek lesz hamarabb, és a Tivadarinak lesz egy kicsit később, de ebbe az évben örülhetünk a befejezésnek mindkét esetben. Nagyon fontos árvízvédelmi szempontból mind a kettő, hiszen az árvíz védekezés az ezredfordulón volt itt a legnagyobb, egymást követően jöttek évről évre, és aztán emlékeztetett bennünket a 2008-as árvíz, az nyáron volt, július végén, augusztus elején, és a 2010-11 év fordulóján volt még nagy árvíz, az is 6 méter fölötti tiszabecsi tetőzéssel, és hát az ukrán oldalon is voltak fejlesztések, tehát ott is ugyanott pusztítás is volt nagyobb, mint nálunk. Ott is indult egy fejlesztés, és bizony elég masszív töltéseket építettek, ez arra sarkalt bennünket is, hogy üljünk le együtt, hiszen a Tisza határfolyó itt több mint 40 km hosszon, és számoljunk, és méretezzünk, és határozzuk meg azt a vízszintet, amire ki kell építeni ezeket a töltéseket. Ez megtörtént, 2012-ben dőlőre jutottunk, 2013-ban kormányrendeletbe is, illetve jogszabályba lett foglalva az új mértékadó árvízszint, és ez érvényes volt mindkét oldalra, a magyar oldalra is, és így a 2014-20-as időszakban pedig projektek is indukálódtak. Nagyon fontos, hiszen ez a térség hamar kapja az árvizet. Tudjuk, hogy két nap és már tetőzik Tiszabecs, ha nagyon intenzív az áradás, és a mértéke, az áradás mértéke is nagyon nagy. Hát két nap alatt Tiszabecsnél 7-8 métert is árad, Tivadarnál még többet, akár 12-t is. Hát ember legyen a talpán, aki ezt győzi a védművet erősíteni, magasítani. Ezért ki kell építeni erre az új szintre, ami közel 2 méterre magasabb a korábbi előírt szintnél. Aki járt arra, vagy aki ott lakik a fejlesztésre, már láthatja, hogy milyen méretűek a földműveink. De kell 4 méter széles, és kb. 1,5 méterre emelkedett a korábbi 2003-ban volt fejlesztés ahhoz képest. Mi fér bele a két projektbe? Ugye párhuzamosan zajlik a két fejlesztési projekt. Igen, ez két projekt, nyilván a kivitelezők is mások, minden kettő kivitelezési fázisban van, és töltésfejlesztés nyilvánvalóan a legfontosabb, az elsőrendű védtöltések fejlesztése a Tiszakóródtól, ahol a bukó is van, tehát a híd, egész pontosan a Tiszakóródi hídtól az ország határig, határátkelőig, Tiszabecsig, és onnan pedig már Vatáron folytatódik Magosligetig. Ott 22,3 km töltés lesz erősebb, lejjebb, a Tivadar környékén közel 10 km. Nagyon ezen kívül itt ott fent 5 zsilip, hiszen ezeket is át kellett építeni, új terheléseket kellett számítás lenni, a régiek már arra nem voltak megfelelők, tehát új zsilipek épülnek a régiek helyére. Ezek most az árvíz során az elmúlt napokban
volt egy kis árhullám, egy első bukó árhullám, ezek most terhelés alá, üzemszerű terhelést kaptak, és így a kivitelezők is meggyőződhettek arról, hogy milyen beállítások kellenek még ehhez, hogy minden megfelelően működjön. Illetve Gátőrház, Uszkán és Tiszabecsen a Védelmi Központ és Gátőrház korszerűsítésére került sor. Nagyon fontosak, hiszen a Védelmi Központból látják el a szakaszvédelem vezetők az irányítást, a hírközlési informatika, az elhelyezés a műszakiaknak is fontos, és ez is korszerűbb lett. A folyóhoz is hozzányúltunk, védelmi célból, partvédelmi rekonstrukció volt Milotta, Tiszabecs környékén 4 helyen. Nagyon fontos, hogy állják a sarat, hiszen ott egyébként közel van a töltéshez a folyó. A gyárvízkor nagy a sodrás, nem lenne jó, hogy a töltés súlyosan sérülne. A Tivadal környéki projektben ott is folyószabályozás jövő 4 helyen, a híd környékén, látszik is, hogy elkészült, megerősítésre került. Ott Tivadar és a Kisari Gátőrezet, a Védelmi Központ korszerűsítése sorra került, és Kisarban egy új raktár is épült. Hiszen érdekesség ennek a Kisari fejlesztésnek, hogy és Tivadarban is a helyhiány miatt a földmű önmagában nem helyezhető el, hanem a földművet kell magasítani vasbeton, úgy mondjuk parapet fallal, tehát egy vasbeton fallal, és erre még mobil gát 1 méter magasságban, könnyű fémből az árvíz előtt kiépítendő mobil gát kerül. Ezeknek az elemeknek, ami 1400 méter hosszra való, lesz a helye Kisarban ebben az új raktárban. Ezek korszerű művek egyébként, hiszen az országban is egyre terjednek, Nyugat-Európában és környező országokban is van könnyen telepíthető, építhető, tehát ezzel mi éltünk. A másik különlegessége itt, hogy Kisarnál a híd alatti szakaszon egy a töltést át kellett építeni egy új nyomvonalra, kijebb helyeztük a medertől, egy kilométerre rövidebb is lett, azért, mert ott eléggé szűk volt a Tivadarnál, igaz, hogy a Tivadar között a legszűkebb a Tisza hullámtere, a töltések közötti távolság 350 métert is alig éri el, ez nagyon keskeny, ez árvízvédelmi szempontból eléggé problémás. Na most itt lejjebb is elég keskeny volt, most már lesz hely a víznek, tehát ez megint egy különlegesség. Már csak 2 kivitelezési határidőt mondjunk a beszélgetés végére. Ezt úgy mondanám, hogy az idén, tehát 2019 nyarán várjuk, hogy lesz műszaki átadás, illetve majd az ősz folyamán, talán a késő ősz folyamán, és így a téli árvizek már a teljesen elkészült védművet érhetik. Egyébként a fülművek már a Kisar belterületi szakasz kivételével már teljesen készen vannak, úgyhogy mostani védekezés is bizonyította, eddig rendben minden. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy tájékoztatta a kedves nézőket. Nagyon szívesen.